A piacon és a boltokban is van miből válogatni a húsvéti asztalra. A vásárlók szerint idén a jó minőségű magyar áru szinte mindenütt drága. A kereskedők holnaptól számítanak a legnagyobb rohamra. Köszönöm a vásárlást, nagyon szép napot. Kedvesek az eladók és a választék is bőségesebben az üzletben. Füstölt csülök, tarja és kötözött csonkák sorakoznak felakasztva. A vásárlók szerint is bőséges a választék. A legtöbben a jobb minőségű, ízletesebb sonkákat keresik. Sonkát fogok nézni, meg még disznósajtot is, és én jobban szeretem azokat az árukat, ami nincs előre csomagolva, hanem ami frissen van, még ha árba drágább, akkor is. Aki az előre csomagolt árut szereti, az a hűtőpultból választhat fóliázott sonkát, lapockát vagy tarját. Különböző fajtát szoktam menni, mert van, aki a lapockát szereti a rokonságban, van, aki a hosszabban érletet, és van, aki pedig a speciálisan a töményet. Minden fajtából veszek. A boltokban ilyenkor bőséges a választék csoki tojásból és nyusziból, több a friss tojás, retek, fejes saláta, és a nagy hétre már a forgalom is megnő. Komoly mennyiséget rendeltünk, több mint 5000 kilót rendeltünk csak sonkából. Tarjából is egy 2500 kilót, úgyhogy reméljük el is fogjuk adni ezen a héten, de már a múlt héten is sokat megvettek. Egyre jobban a jobb minőségű, hagyományos pácolású termékeket vásárolják. Köszönjük szépen a vásárlást! A piacon is fogyott a savanyú káposzta, kínáltak kaliforniai paprikát, uborkát, paradicsomot, karalábét és krumplit is. A vásárlók azt mondják, minden nagyon drága az ünnepre. Megyünk a gyerekekhez az ünnepre, és bizony borsosak az árak. Most éppen nézem a burgonyát, 320 forint egy kiló francia burgonya. Miért nincsen Magyarországon burgonya? Van pedig. Szóval ezt nem vettünk. Egyébként vettünk savanyúságot, vettünk, most megyünk még a sonkáért, és a primőröket. Az árusok elégedettek a forgalommal. Azt mondják, idén is sokan választják a füstölt áruk mellé a savanyúságot és a süteményekhez a házi lekvárokat. Legkellendőbb nyilván így húsvét tájéken a savanyú káposzta és a savanyúság, illetve a savanyú fej a töltött káposztához, és a hozzávalók, mint a paradicsompüré, a gersli, tehát az egyéb tartozékai, illetőleg a savanyúságból nyilván a húsvéti asztalra szintén az uborka és csalamádé. A kereskedő elmondta, hogy a nagypénteki munkaszüneti nap miatt várhatóan csütörtökön intézik majd legtöbben a bevásárlást.